Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplő közönség! Az ünnepi köszöntőt Csabai Tibor grafikus művész, az Ajkai Grafikai Műhely vezetője tolmácsolja. Tisztelt ünneplő közönség, kedves ajkaiak! Ma, augusztus 20-án összegyűltünk, hogy együtt emlékezzünk meg Szent István királyról és az államalapítás ünnepéről, amely az egyik legfontosabb esemény nemzetünk történetében. Szent István Magyarország első királya, akit 1000-ben koronáztak meg, nem csak az ország alapítója volt, hanem a keresztény hitre való áttérés vezetője is. Az ő bölcsessége és vezetése nélkül nem létezne az a nemzet, amelyre ma mindnyájön büszkék veletünk. István király szirád alapokat fektetett le, amelyekre a mai Magyarország épül. Az ő munkássága, öröksége ma is meghatározó nemzeti identitásunkat és összetartozásunkat. Augusztus 20-a nem csak a múlt ünneplése, hanem a jelen és a jövő iránti elkötelezettségünk megerősítése is. Ez a nap emlékeztet minket arra, hogy összetartozunk, és hogy közös értékeinkre és hagyományainkra mindig büszkék lehetünk. A legfontosabb közös érték ma nemzeti kultúránk, hagyományaink és hazafiságunk, amely 1000 éve beleívódott Európa történetébe, de meg is különbözteti attól. Kultúránk megkülönböztet és hasonlóvá is tesz bennünket nem csak itt, hanem az egész világban. A kultúra az, ami összeköt a múlttal, a jelennel és a jövővel. A magyar kultúra átöleli és összeköti számunkra az időt, benne több mint 1000 éves kárpát-medencei múltunk, nyelvünk, irodalmunk, népdalkincsünk, zeneink, meséink, hagyományaink, hitünk, művészetünk, épített örökségünk, tájkultúránk, közösségi emlékezetünk az, ami magyarrá tesz bennünket. Hatalmas kincs ez, ami a hétköznapokban talán nem magától értetődő. Amikor hagyományról beszélek, az egész univerzumról beszélek, legalábbis sejtéseinket és elképzeléseinket az univerzumról. Nyelvünk, mondavilágunk, meséink, népzenénk, táncaink, építészetünk, szokásaink saját világot építettek fel ez alatt az 1000 év alatt. Generációk hosszú sora adta tovább, szájról szájra, kézből kézbe, apáról fiúra ezt a nehezen megfogható, nagyszerű kincset. Mindez akkor, akkor az enyém igazán, ha természetes, ha nem messze képzelem, mint valami különös szent tehén, márvány talapzatra állított pogány totemnek, ami előtt hajlongani kell. A hagyományaink közel vannak, bennünk élnek, a lényem része, általa kapcsolódom az egész világhoz, ettől is vagyok magyar igazán. Ma, amikor a világ gyorsan változik, különösen fontos, hogy megőrizzük és ápoljuk azokat az értékeket és hagyományokat, amelyek őseink ránk hagytak. Szent István öröksége minden magyar ember szívében él tovább. Hazafiságunk foglalja igazán össze, hogy ezekből az értékekből mit tapasztaltunk meg, és mit viszünk magunkkal. Hazafiságunk mindaz, amit a kultúránkról, hagyományainkról elmondtam az imént, de mégis több, és ez a büszkeségünk, amit vérzivataros történelmünk ránk testált, így vagy úgy. Hazafiságunk azonban nem lehet csak egy ruhadarab, amit időnként felveszünk, és mellett döngetve, hőzöngve, felhevült buzgalmunkban kikiabálunk szomszédok felé és a világba. Hazafiságunk ugyanúgy a kultúránk része, értékeinkkel, hagyományainkkal és legfőképpen európaiságunkkal. Benne és vele éljük meg, hogy a hazáért élnünk és halnunk kell. Szent István felismerve a történelmi helyzetet egy olyan közösséghez irányította Magyarországot, amely biztosította a fennmaradását, erősítette biztos támaszává Európának. Ma, amikor gyermekeink és számos honfitársunk a tanulást,
és a biztos megélhetés biztosítja Európában. Nem feledkezhetünk meg erről, mert ezzel is erőt és támaszt biztosítunk számára. De soha ne feledjük, hogy a piros a tűz, a fehér a lélek, a zöld az élet színe. Kívánok mindenkinek békés és örömteli ünneplést, és hogy ez a nap erősítse meg bennünk nemzeti összetartozás érzését. Isten áldja Magyarországot. Köszönöm szépen. Tisztelt ünneplő közönség, az új kenyeret megszegi Schwarz Béla polgármester Csabai Tibor segítségével. Kedves jelenlévők, tisztelt vendégeink! Miért megszegném a kenyeret, engedjék meg, hogy néhány szót szóljak itt az elmúlt napok történéseivel kapcsolatban. Nagyon fontos események történtek, amelyekről azt gondolom, hogy mindenkinek tudni kell. Ugye a tegnapi nap folyamán testvérvárosainkkal aláírtunk egy szolidaritási megállapodást, és benne az új ukrán testvérvárossal, Csorkívval is. Tehát szolidaritást vállaltunk Csorkív városával. Aztán történt egy olyan dolog is, hogy délelőtt részt vettem a Tolsók-Berendi városrész búcsúján. Ma két búcsú volt egyébként, pontosabban a hétvégén, ugye a Tolsók-Berendi és a Bakonygyepesi. Mind a kettő nagyon színvonalas volt, és az volt az érdekes, hogy mindkét helyen az együttműködést, az összetartozást egymás segítésére hívták fel a plébános urak, a jelenlévő hallgatóságot. És a Tolsók-Berendinek volt egy másik, meg számomra kellemes, de megdöbbentő hatása. Ugye új esperese van a katolikus egyháznak Ajkán, Tát Zoltán esperes úr személyében, és az esperes úr szakított az egyház eddigi magatartásával, amit a Berendi városrészben a várossal kapcsolatban eddig működtette. Csak elismerésemet szeretném kifejezni az esperes úrnak, ezért a bátor cselekedeteért, és azt gondolom, hogy az ő működése Ajka városában egy új korszakot fog tudni majd elindítani. Sok sikert, esperes úr! És van még valami, amit szeretnék önöknek elmondani. Ugye már korábban bejelentettük, hogy mi beszüntetjük a tűzi játékokat. Felesleges kiadás, sok embert rémizgetnek, az állatokról meg nem is beszélve. Mi a természet egyszerű emberei vagyunk, egyszerű lélek, az állatokat is szeretjük, hát az embereket pedig különösen. Úgyhogy beszüntettük ezt a módszert, és mi többé nem tartunk tűzi játékot. Kérem, fogadják önök ezt szívesen. És még egy dolgot mondanék, amik ugye a mi városunk, mi arra törekszünk, hogy haladást szolgáljuk, hogy az ajkai emberek minél boldogabbak legyenek, minél jobb életük legyen. Ezt szolgáljuk, és hát ennek egy apró jele, hogy a vasárnap az FC Ajka 2-1-re legyőzte a budapesti Honvédot Budapesten. De hogy visszatérjek a mai programhoz, a kenyérszenteléshez, ugye ez magyar kenyér, magyar búzából készült, ugye az országos búzatermés az nem volt rossz, és a sikértartalma is megfelelő, és amikor majd ezt fogyasszák, akkor persze gondoljanak arra, hogy a magyar konyhának a kenyér mindig tartozéka volt. De a világ változik. Ma már nem kell annyi kenyeret enni, mint korábban. Kevesebb kenyeret együnk. És akinek jut kenyér, az mindig gondoljon arra, hogy vannak olyanok, akiknek sajnos nem jut. És erre gondoljunk, és aki megteheti, az juttasson,
másoknak is a kenyérből. Most pedig megszegem a kenyeret, és önöknek ajánlom lelki üdvük és testi fejlődésük érdekében. Köszönöm a figyelmet! Mindenkinek!